Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örökké, amen. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádiót hallgatják, és szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Osztiel Zoltánt és dr. Galgóci Gábor vendégeinket, akik a keresztény értelmiségi kör barátkozási napja alkalmából jöttek be ide hozzánk is ma. Azt kell tudni, hogy dr. Osztiel Zoltán a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke, dr. Galgóci Gábor pedig az elnök helyettese. Itt van velünk önkéntesünk, dr. Cékus Margit, aki szintén a Keresztény Értelmiségi Kör tagja és előadója is. Az én nevem Kovács Csaba, és szeretettel köszöntöm még egyszer a vendégeket. Arra kérném, hogy esetleg néhány szóban mutatkozzanak be hallgatóinknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Osztia Zoltán vagyok. Keresztény Értelmiségiek Szövetségének az országos elnökeim már 16. esztendeje, és egyben a Budapest belvárosi főplébániának és egyházközségnek a plébánusa, amire azért vagyok büszke, mert 2008-ban volt 960 éves a közösség. Nem a templom, nem az épület, hanem a keresztény közösség ott Dunapartján. Galgóci Gábor vagyok, nyugdíjas orvos vagyok. 1998 óta vagyok a KÉSZ-nek a tagja, Józsefvárosi csoport elnöke vagyok azóta. 6 éve vagyok az országos szervezetnek az elnök helyettese. Még egyszer kifejezhetem örömünket, hogy itt vannak velünk, és arra kérném, hiszen néhány éve hallottunk erről a közreműködésről, ugye a Vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségek között, és valahogy be tudnák-e mutatni röviden a tevékenységüket, a munkásságukat, vagyis hogyan is néz ki a KÉSZ Magyarországon? Ahogy említettem, most már több mint 2 évtizedes szervezetről van szó, a legnagyobb keresztény civil szervezet Magyarországon. Ekként a jelentősége is ehhez igazodik, majd erről talán néhány mondattal fogunk külön szólni. 75 helyi csoportja van ma az ország minden területén, ami azt jelenti, hogy behálózza az egész országot a szervezetünk, és hát rendkívül büszkék vagyunk arra, és hadd mondjam itt most el, hogy számunkra megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Most már túl nyúlt a tevékenységünk a jelenlegi határokon, és nemzetközi porondra is kilépett a KÉSZ. A helyi csoportjaiban él, de országos szervezet, ami azt jelenti, hogy a helyi csoportok egyrészt fedezetül kapják a szervezetnek a egységét, erejét, tekintélyét, egyfajta munkamódszerét, másrészt pedig ezek a helyi csoportok önállóságot élveznek, hiszen ők látják, hogy helyben mire van szükség. Ők látják azt, hogy a helyben mi az, ami a lehetséges és szükséges cselekvés, azzal a keresztény felelősséggel, ami egy értelmiségi és keresztény ember sajátos módon terhel. És mit emelne ki, hogy mi a KÉSZ fő tevékenysége? Tehát először is az arculatát vagy a lelkületét tekintve keresztény, keresztjén és ekként ökumenikus, hiszen számunkra ez azt jelenti, ez az alapvető jelzője a nevünknek, hogy krisztusi emberek vagyunk, azaz keresztények keresztjének, olyanok, akik Krisztushoz tartozunk és őt követjük. Másrészt konzervatív szervezet a miénk, ennek nem tudom, hogy itt mennyire érthető ennek a megkülönböztetésnek a nagyon nagy súlya. Tehát szemben egy liberális magatartással, gondolkodásmóddal, ideológiával és politikával nagyon határozottan és markánsan képviseljük a konzervativizmust, ami számunkra azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatás teljességét kapjuk, kérjük, valljuk, és tovább is adjuk, és ez a tevékenységünknek nyilvánvalóan az alapja.
ez a jelenben válik ilyen módon életalakító erővé, de a jövő formálása érdekében. Tehát itt a három idődimenzió az a legszorosabban összekapcsolódik és összetartozik. És ugyanakkor persze is ennek itt nyilván nagy jelentősége van, nemzeti elkötelezettségű a szervezetünk, ami azt jelenti, hogy az összmagyarságban gondolkodunk, és a következő öt esztendőnek, mert most kezdődik egy újabb ciklus, prioritásai között elsőként tartjuk számon azt, hogy a magyar közösségekkel határon innen is túl, vagy a történelmi régiókban, az elcsatolt területeken magyar közösségekkel a legszorosabb, legszemélyesebb baráti együttműködés valósuljon meg. És hát különösen büszkék vagyunk a Kékkel való kapcsolatunkra, hiszen ez az első ilyen, amelyik intézményes is, hiszen aláírtuk a formálisan is az együttműködési megállapodást. És most, hogy itt lehetünk, ez külön öröm számunkra. Gondolkodtunk azon, hogy miért is jövünk, és miért is lehetünk itt. Barátkozási napra jöttünk, azért, mert barátok vagyunk. Ezt nagyon szépen mondta. Átadnám a szót akkor a Margitnak. Tízben indult egy ilyen együttműködés, ugye a Kékkel velünk, és 11-ben tavaly volt szerencsém mindkettőjüket megismerni. Gábor úrra még nem emlékszem, hogy ott volt-e a pályaudvaron Pesten, ahogy atya megáldotta a vonatot. Az én ablakom éppen azzal a tribünnel szembe volt, úgyhogy láttam, hallottam mindent. Ez volt az első ismerettség, amikor Poznánba indultunk. Nagyon szép út volt, csak én aztán ott kidőltem a balesetem miatt. A hallgatók tudják, csak nem tudják, hogy éppen atya vezette azt a zarándok csoportot. Aztán tavaly találkoztunk az ősszel, szeptemberben Bajára hívtak bennünket, ott is találkoztunk, ott voltunk, meg múlt héten voltam Jánoshalmán, az dél-magyarországi kis város, azt a hallgatóinknak mondom. Ott is a kéz szervezésében voltam egy nagyon szép előadáson. Tehát másfél éve figyelem, mi történik a kézverkeiben. És köszönjük ezt a barátságot, és itt van, most építjük ma is, holnap is, meg biztos holnap után is, ugye? Külön örömünkre szolgál az, hogy nem csak a két országos lefedettségű szervezet van kapcsolatban ilyen módon, és mi a vezetők is egymással, tényleg személyesen, barátságban, szeretetben, hanem a helyi csoportjaink, tehát az itteni városok Kék csoportjai, tehát a Vajdaságban, illetve a mi helyi csoportjaink személyesen is egyre többet vannak együtt, egyre többet utaznak egymáshoz, látogatják meg egymást is, és ezek a személyes barátságok és ismerettségek mindennél többet érnek meggyőződésünk szerint, mindenfajta intézményes kereteken túl és fölött. És felvidék felé, meg Erdély felé is? Számomra személy szerint nagyon fontos az, hogy a belvárosban, ahol plébános vagyok, testvérvárosi kapcsolatok léteznek, és ezek a testvérvárosi kapcsolatok az önkormányzat hivatalos kapcsolatai. Ezeket felhasználtuk a keresztény plébánia közi, illetve a keresztény értelmiségi kapcsolatok építésére is. Így lehetett az, hogy a fölvidéken Rozsnyó központtal van ismerettségünk, barátságunk, Kárpátalján, ott a két Tisza összefolyásánál, Rahón, Erdélyben sokféle módon, hát az nyilvánvaló, és hát itt a Vajdaságban pedig egyértelmű. Valószínű jöttek Poznánba felvidéki testvérek is. Csak a Tamás volt. Igen, ott képviseltet, tehát képviseletben volt, nagy létszámban a fölvidékről nem voltak akkor ott azon a emlékezetes poznáni úton. Ahogy említette, ugye, hogy a történelmi magyar lakta területeket próbálják mégis összekötni ezen a szervezeten belül, illetve segítségével is. Milyenek a konkrét megvalósulásai ennek, tehát a következő évre például? Amit Zoltán atya említette, elkövetkező 5 évre kidolgoztuk a kész előtt álló munkát, annak a fő prioritásait, és az egyik a Kárpát-medencei egység érdekében történő munkálkodás.
Ugye elhangzott az, hogy ezt mi szeretjük történelmi régióknak nevezni, mert minket a határ nem elválaszt, hanem a történelem köt össze. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. És ebben nagy feladataink vannak. Ugye a oktatásunkban, nevelésünkben az elmúlt 50 év az nagy hiányosságokat hagyott ránk. Elsőképpen meg kell ismernünk azt, hogy mi a történelmi régió, mi a közös múltunk, mi a közös kultúránk, mi közt össze minket. Tehát meg kell ismernünk a múltunkat, a történelmünket és a jelenünket és a jelen problémáit is meg kell ismerni. Ha megismertük már ezeket a történelmi régiókat, akkor ki kell építeni baráti, testvéri kapcsolatokat, aminek a legegyszerűbb módja az, ugye, hogyha a Kárpát-medencét egységként kezeljük, és a magyar családokat is visszafelé felgombolítjuk, akkor kiderül az, hogy mindenkinek vannak kapcsolatai, vagy a magyar családok többségének vannak kapcsolatai a szétszakított Kárpát-medencén belül. Hogyha ezeket a családi kapcsolatokat, esetleg szakmai kapcsolatokat megfogjuk, ezen keresztül ki lehet építeni különböző társadalmi szervezetekkel is kapcsolatot, és minden eszközt meg kell ragadni erre, például az, hogy az önkormányzati testvérvárosi kapcsolatokat is fel lehet használni. És hogyha ezek a kapcsolatok lehetőségét feltérképeztük, akkor ki kell választani egyet-kettőt minden helyi csoportnak, ahol konkrétan a harcmezőre léphet, és megköthet egy együttműködést, látogatásokat szervezhet a anyaországból oda és a elszakított régiókba vissza. Tehát így kialakulhatnak kapcsolatok. Azon kívül az egyházi kapcsolatok építése is nagyon fontos, mert ugye magyar nyelvű közösségek vannak a protestáns egyházakban, és kapcsolatok épülnek a észak-magyarországi és a felvidéki református egyház községek között is, illetőleg az evangélikus egyház is kezd kapcsolatokat kiépíteni. Tehát ezt a három területet tartjuk nagyon fontosnak, a megismerést, a kapcsolatépítést társadalmi szervezetekkel, esetleg családok között, illetőleg az egyházi kapcsolatoknak az ápolását. Igen, hát egy nagyon fontos új kezdeményezés a civil együttműködési tanácskozás, amely tavaly a parlament felsőházi termében december 5-én alakult meg. December 5-e ugye egy nagyon gyalázatos időpont, amikor az a rosszul sikerült népszavazás elutasította a nemzeti egységben való gondolkodást, de ennek nagyon jó ellenpéldája volt a tavaly december 5-én a parlament felsőházi termében megalakult a civil együttműködési tanácskozás, amelynek a fő célja az, hogy a Kárpát-medencei civil szervezeteket egységbe foglalja, kapcsolatokat építsen, baráti kapcsolatokat, együttes programoknak a megvalósítását, esetleg gazdasági erősödésüket is segítse. Ez megint csak a teljes Kárpát-medencére kiterjedő, sőt, megszélozta azt, hogy a diaszpórában élő magyarságot is összefogja. Bocsánat, itt hadd mondjak még, ha már erre kitértünk a december 5-i emlékezetes népszavazásra, illetve a június 4-e közelében vagyunk most. Tehát számunkra elfogadhatatlan tragédia, trianoni diktátum. Itt egy terrorról van szó, amiben a magyar nemzet megcsonkult, és azóta sem tudjuk, és minden bizonnyal soha nem fogjuk tudni kiheverni azt, ami akkor ott történt. És hát ehhez kapcsolódik a december 5-i népszavazás, amivel kapcsolatban, hát nyilván nem nekünk kell elsősorban bocsánatot kérni, de megteszem szívesen szívből azt mindenhol, de tudni kell azt, hogy ez a kommunista, liberális kormány volt az, és a kormány fő, ki emlékezetesen kampányolt, becstelenül, aljas módon, és hát bizony mármint ellene a népszavazás kapcsán, a magyar egység ellen,
és hát nyilvánvaló, hogy nem minket képviselve, hanem idegen szívűként a magyar nemzet akaratával szembe menve. Tehát ezt szeretném elmondani, hogy itt egy bizonyos érdekcsoport, idegen szívű érdekcsoport volt az, amelyik elmögött a tragédia mögött állt, hogy nyilvánvalóan ilyen második Trianonként is számunkra a mi szívünket is megsebezte, jóvá tehetetlenül. De hál' Istennek nem tartott olyan sokáig, mert most így délvidéki viszonylatból, hogyha ugye oda tekintünk az anyaországba, mégis tehát a kettős állampolgársággal mondjuk valahogy mindenki sokkal közelebb érzi ugye ezt az anyánkat. És azt hiszem, hogy tényleg mi is a napokban Erdélyben is voltunk, tehát nagyon fontos ez, és hála Istennek, hogy most így van. Margit, szerettél volna valamit mondani? A nap is gyógyulnak a sebek. Köszönjük szépen. És azt is most tapasztaljuk, hogy maguk nyitottak felénk, mert a múltkor Gábor tartott itt előadást, most maga fog holnap a Domus Pacisban. Alkalmas és alkalmas időben, ugye, valami ilyen címe van, hogy mindig hirdessük az evangéliumot, tehát ott leszünk. És érdekelne, hogy maguknak hány előadójuk van, és általában mik a témák. Múltkor a családról hallottam, a János Halmán család volt a téma. Holnap alkalmunk lesz majd a barátkozási napon egy kiadványt néhány példányban átadni önöknek, amely bemutatja a késznek az elmúlt 5 éves tevékenységét. Nem szeretnék itt most dicsekedni, de óriási tevékenység. Mind az országos szervezetnek a tevékenysége, amelyik ugye a késznek a közéleti tevékenységét próbálja, mind a helyi csoportoknak a tevékenységét is bemutatja. Az a könyv, amit meg fognak kapni, az csak 41 néhány csoportnak a munkáját gyűjti össze, mert valamennyi csoportot helyszűke miatt is, meg időszűke miatt nem tudtuk, mint a 75 működő csoportunk van. Tehát nem teljes körű, de mégis rengeteg adatot fognak látni ebben a kiadványban. A legkülönbözőbb témák feldolgozása történik meg a helyi csoportokban. Ugye említette Margit a családot. Általában a kész helyi csoportjai úgy működnek, hogy van egy ajánlás a országos szervezet részéről, például az, hogy amikor a család éve volt, akkor lehet, hogy foglalkozunk a családdal. Előtte téma volt az, hogy dolgozok fel a katolikus egyház társadalmi tanítását. Nagyon fontos az, hogy bemutassuk azt, hogy a katolikus egyház nem egy jobboldali, hanem baloldali eszméket is képvisel társadalmi szinten. Hogy a keresztény szociális tanítások manapság is érvényben vannak. Az Európai Uniónak ezt kellene megvalósítani, és nem a pénzvilágnak az uralmát. De hasonló téma volt az ugye, hogy manapság az embereket eléggé sok helyen megvezetik, például ugye a ős magyar vallásnak a bemutatásával. Itten a Szűz Mária és a Baba Máriának az összekeverése vagy azonosítása téren. És ezért volt az, hogy keresztény gyökereink a Boldog Magyar Élet előadás sorozat, amit bemutattunk. Tehát vannak ilyen központilag ajánlott témák, és azon kívül minden csoport ott keres, ahol tud. Például a Mi a Józsefvári csoportban megelőzve a késznek az idei mostani 5 éves prioritását, végig mentünk a történelmi régióknak és Trianonnak, hogy milyen statisztikában tükröződött az, amit elszakítottak tőlünk. Vagy volt, hogy egy olyan előadás sorozatunk, hogy történik a katolikus, a keresztény oktatás Magyarországon. Különböző oktatórendeknek a képviselőit hívtuk meg, és ők mondták azt, hogy mi a bencés oktatásnak a lényege, a piarista oktatás lényege, mi a Szent Margit gimnáziumnak a küldetés tudata. Vannak olyan, hogy népművészeti előadások, képzőművészeti előadások, zenei előadások. Ugye Liszt évnél Lisztről volt szó, Széchenyi évnél a Széchenyiről hallgatnak előadássorozatot. Látni fogják, hogy vannak idézőjelbe téve sztár előadóink, például Jókai Anna, aki ugye mindig megvallja a hitét, és mindenhova szívesen elmegy.
Tehát látni fogják azt, hogy milyen széles körümerítés van. Az is nagyon fontos, hogy adjunk lehetőséget, ugye keresztény értelmiségi szövetség vagyunk. Nyilvánvalóan a keresztény értelmiségi tagjaink között nagyon sok olyan van, aki saját maga is tud előadni. Részben szerepeljenek a saját csoportukban, és szerepelnek is a saját csoportukban, de meg lehet hívni a mi köreinkből is máshova előadókat. Az előadásaink azok kicsit talán más jellegűek, mint itt, ahogy ismerjük a kék előadásokat. Szóval mi kevésbé a liturgikus dolgok felé fordulnak az előadóink, hanem inkább a társadalmi és a kulturális problémákat ragadják meg. Említettem Margit, hogy ugye hallott engem előadni itten, amikor itt voltam 2-3 héttel ezelőtt, hogy az inkább egy társadalmi probléma volt, hogy hogy lehet tett együttműködni, vagy hogy lehet tett egy karriert építeni, egy értelmiségi pályát befutni azzal a handicappel, hogy az ember egy keresztény polgári családból származott, és hogy egyházi iskolába járt, és ezt soha nem tagadta le. Tehát ilyen jellegű előadásaink is vannak. És mennyire látogatottak, hányan vannak az előadáson? János Halma az egyetlen, ahol voltam, ott voltak egy 60-70-en hallgatók. Nagyon változó. Ugye el kell mondani azt, hogy az előadásaink mindig nyitottak. Tehát ugye minden lehetséges eszközzel meghirdetjük, plébániákon, ha lehet újságban, tehát mindenki eljöhet. Vállaljuk azt, hogy esetleg provokálnak, de nagyon ritkán fordul elő az, hogy provokálnak. Hát a mi példánk, amikor, mit tudom én, a Mádle elnök úr felesége jött el a Dalma asszony hozzánk, akkor aki elmondta, hogy milyen életet élt a férje mellett, hogy és milyen mielőtt a Mádle elnök úrt elnökké választották. Tehát egy hitvallás volt az, hogy él. Szétvetette a plébánia alaksorát, tehát 100 fölötti létszámmal van, amikor csak 15-en vannak. Tehát nem nagyon változik attól, hogy milyen időpontban van, ki jön. Hát ez, fiatalok, idősek. Ez is nagyon változó. Volt egy időben egy olyan programsorozatunk, hogy amit úgy neveztünk, hogy Plébánia Multiplex, ami azt jelentette, hogy a plébánián filmeket vetítettünk, és a kész családok elhozták a gyermekeiket is, és akkor együtt, tehát egyetemista korú gyermekeket, és akkor együtt a két generációnak a szemszögéből néztük meg például a kábítószer problémát, hogy mi van. Aztán ez töréshez is vezetett, mert az atya sajnos azt mondta, hogy a kábítószer nem a mi problémánk, ilyen filmeket ne vetítsünk a plébánián. Mindannyiunk problémája, úgyhogy... Fejünket a homokba tudjuk, így nem maradhatunk közömbösek. Így van. A lelki életet igyekszenek erősíteni, meg oktatni, ugye? Ez azt hiszem a mi célunk is. Igen, tehát nyilvánvaló, hogy a papjainknak egyre inkább szükségük van munkatársakra, olyan elkötelezett keresztény emberekre, akik odaállnak melléjük, mögéjük, és segítenek abban, hogy főleg a közösség szervezésében, hiszen főleg vidéken látjuk azt, hogy sok falu tartozik egyetlen paphoz, és a szentségeket kiszolgáltatják, de ahhoz már nem marad erejük, hogy a közösséget szervezzék. Tehát egyre nyilvánvalóbb az, hogy a közösségszervezést, vagy a közéleti megjelenését a keresztény embereknek, vagy a egyházközségnek, ezt segítőtársaknak, munkatársaknak kell segítenie. Ilyen módon tehát pótolhatatlan az ő jelenlétük. Ráadásul személyesen is szüksége van a papnak arra, hogy értelmes emberekkel tudjon beszélgetni, körülvenni, és azt látjuk, hogy ahol leülnek elkötelezett keresztény emberek, elkezdenek közösen gondolkodni, beszélgetni, abból csak jó dolog sül ki. És vannak világi előadói, ahogy említette Gábor is, Dalma asszony, biztos van még más is, egy Okai Anna is,
hogy nem föltétel, hogy papadjon elő. Nem, tehát nálunk éppen ez a hangsúlyos, hogy nem papok az előadók, mint ahogy nem, egyáltalán. Tehát a legritkább eset az, hogy papok az előadóink, mindig a civil életből valók, és a helyi csoportjaink is, mivel civil szervezet, ezért civil emberek, tehát világban élő keresztény, elkötelezett keresztény emberek azok, akik a helyi csoportok felelős vezetői. Nem papok. A pap legfeljebb ott áll mögötte, helyi csoport mögött, és lelki vezetőként, támaszként segít. Jelen van, bizonyos programokat nyilván vezet, de egyébként igenis, hogy a civil szervezetként civil emberek dolgoznak. Csak én vagyok pontosabban a társelnökkel, mi ketten vagyunk. Így van, igen. Jó, hát ez pedig azért fontos, mert a hierarchia az evangelizációnak a felelős vezetője, tehát a püspökök és a fölszentelt szolgálati papságban részesültek, és mivel evangelizációs szervezet a miénk, ezért hát természetes dolog, hogy a felelős irányító az a pap, de a munkatársaira múlhatatlanul szükség van. Ezt is én csak mostanában tapasztalom, még mostanában olvasott róla elég sokat. Régebben ilyen nem volt. Valószínű nem csak azért, hogy kész nem volt, meg kék, de valahogy a civil személyek nem kaptak ekkora szerepet az egyházban. Jó, hát ez nyilván a II. Vatikáni zsinatnak volt a szándéka is, amikor az nem egy dogmatikai zsinat volt, hanem inkább az egyház önértelmezését taglalta, illetve részletesen kibontotta a mai világban az egyháznak a helyét és szerepét. Ebben a végiggondolásban, vagy együttgondolkodásban, az aggiornamentóban, az ablaknyitásban került ez előtérbe, hogy igenis vannak olyan különböző szolgálatok az egyházban, amelyeket mindenkinek a maga helyén kell betölteni, és így válik a test egészé. Bárki, vagy bármelyik testrész, ugye fogyatékos, az egész fogyatékos. Tehát itt találtunk rá például arra, hogy mennyire külön az egyházi rend részeként, tagjaként, de mennyire külön hivatás az állandó diákonusoké, akinek a szerepe nyilván fölértékelődik, és nem elsősorban a funkció miatt, hanem azért, mert ez hivatás. Ez az egyházban kezdettől fogva, hát tudjuk nagyon az apostolok cselekedeteiből is, kezdettől fogva meglévő hivatás. És a késznek a társelnöke is most egy állandó diákonus, akinek most születik majd a 4. gyermeke. Tehát rendkívül fontos ez, köszönjük szépen, rendkívül fontos ez, hogy mindenki a maga helyén a maga szolgálatát töltse be. A késznek az alapító tagja Csanád Béla volt, ugye? Csanád Béla atya, ő volt az alapítója, meg az első elnöke, maga a második, ugye? Igen, így van. És a 4. megbízatásban. A 4. ciklusban. Csanád Bélát is a hallgatók már tudják tőlem, hallották többször is, több versét elmondtam. Mondjon róla is néhány szót, esetleg tudja-e, hogy indult ez, most visszamegyek a kezdetekre, de mi adta az ötletet atyának, hogy alapítson egy ilyen? Igen, ő egy nagyszerű ember volt, aki fogékony volt a közélet és az evangelizáció iránt. Gyakorlati tanszékvezető tanára volt egyébként, akkor még Hittudományi Akadémia, ma a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a teológiai fakultása. Tehát gyakorlati tanszékvezető tanára volt, nekem is mesterem volt és tanárom egyébként. Ő volt az, aki a munkatársaival kezdett gondolkodni egy lelkipásztori intézet fölállításán, pontosan az evangelizáció érdekében. Vagyis, hogy a civil munkatársait egyre inkább aktivizálva be tudja vonni az evangelizáció szolgálatába. Akkor ezt nem sikerült, ezt a lelkipásztori intézetet fölállítani, de 1989-ben a fordulat évében civil egyesületként azonnal létrehozta a kést. Már is lépett. Akkoriban még Budapest ugye, centrummal működött a kész, és elsősorban szakmai munkacsoportok voltak. Tehát irodalmárok, művészek, vagy jogászok. Orvosok, vagy, ugye ketten vagyunk itt orvosok, pontos. Orvosokat. Tehát szakmai munkacsoportokban dolgozott a kész, és Budapesten voltak a rendezvények. De ezek egyre híresebbé, egyre látogatottabbá váltak, és így fogalmazódott meg, vagy jelentkezett egyre inkább az igény, hogy a vidéki városokból ne kelljen Budapestre felutazni egy-egy rendezvényre, hanem maguk is megcsinálják a maguk közösségeit,
így alakultak a vidéki helyi csoportok. És szépet álmodott Csanádé. Hogy mennyire történelmi igényre válaszolt, annak a bizonyítéka az a kibontakozás, amit hát most már immáron több mint két évtizede látunk. Én szeretném még megkérdezni, hogy mennyire valósul meg ez a közreműködés, ugye a kész és a kék, tehát Magyarország és a vajdasági szervezetek között, hiszen látjuk ugye, hogy önök jönnek, tartanak előadásokat. Volt-e példa arra, hogy valaki innen a helyi csoportban legalább előadást tartott egy kész szervezetben? Igen, hát nyilvánvalóan úgy indult a dolog, hogy először csere előadókat az elnökség tagjaiból, hiszen a barátság ott a legrégebbi keletű. Nem csak én voltam itt előadni, vagy nem csak Zoltán atya van most itt előadni, hanem Miskolci József is volt Budapesten, két csoportnál is tartott előadást. Tervezzük azt, hogy Beszédes Valériát meghívjuk, hogy a itteni néprajzi szokásokról beszéljen, már szóbeli ígéretet kaptunk, időpontegyeztetés még nem történt meg. Tehát ez ki fog bontakozni. Ez a barátságnap is alkalmat fog adni arra, hogy ismeretségek szövődjenek. Az, hogy előadókat hívjunk meg egymást, tudni kell, hogy ki miben van otthon, miben járatos, kit mire lehet felkérni. És hogyan sikerül a kész munkásságát ugye a médiába valahogy megjeleníteni? Követi-e a média, érdeklődik-e a kész rendezvényei után, vagy hogyan jut el ez a nagyobb közösségig? Hát többféle szinten él a kész. A helyi csoportjai szintjén, illetve az országos szinten, az országos szervezetként, és ugyanígy a médiumokban is ezen a két szinten igyekszünk megjelenni. Nyilvánvaló, hogy a média ma is a jobboldali hangnak kevésbé ad terepet és a helyet, és így a kereszténynek meg még kevésbé. Tehát kezdetben akkor nagyon nehezen tudtuk áttörni azokat a falakat, amelyek léteznek kétség kívül, és velünk szemben nagyon is zárnak. Mára azonban megkerülhetetlenné vált a kész, tehát a magyarországi társadalmi és civil életben megkerülhetetlenné vált a kész, nem lehet elhallgatni többé, és a hangunknak hallatszania kell. A helyi csoportok szintjén ez úgy valósul meg, hogy vannak helyi kábeltévék, vagy rádiók, vannak városi újságok, lapok is, megyei lapok is, és ezekben megvannak most már azok a szerkesztőink, azok az ismerőseink, akiket tudunk hívni, hogy ugye akkor ott lesztek is erről hírtattok, vagy sokszor fölveszik maguk a helyi kábeltévék, tehát a városi tévék, fölveszik a mi előadásainkat, programjainkat, és ezt ismételve leadják. Ez már a bejáratódott a legtöbb helyi csoportban. Országosan pedig igyekszünk magunk is szintén betörni ezekbe az országos médiumokba, és megjelenni. Ez már a sikerült, tehát mondhatjuk azt, hogy a kész jelen van, és ugyanúgy megvannak az országos lapokban is, vagy médiumokban is azok a ismerősök, akik mozdulnak, hogyha kérjük. Ez nyilván elsősorban a jobboldali sajtóra vonatkozik, tehát a Hír TV-re, EHO TV-re, Magyar Hírlapra, és hát nyilván a katolikus sajtóra minden módon. Úgyhogy most azt mondhatjuk, hogy ahol akarunk megjelenni, ott meg tudunk jelenni mára. De van a késznek folyóirata is. Igen, hát el ne felejtsem mondani a Jel című folyóiratunkat, amelyik kulturális, spirituális havi lap, jelenleg sajnos csak két havonta jelenik meg az anyagi nehézségeink miatt, hiszen mindenkinek szűkül össze az anyagi lehetősége, de egyidős folyóirat a késszel, tehát 89-től Csanád Béla professzor úr egyébként, aki ugye papköltő is, és műfordító, és gyönyörű himnusz fordításai jelentek meg egyébként, ezt külön is az ő erényei közé tartozik. Tehát elindította a lapot mindjárt a késszel együtt. Még az ökumenizmusra térnék vissza, hiszen ő mégis katolikus pap, és hogyha a kész ugye ökumenikus szervezet, keresztény és keresztjén is szeretne lenni, tehát mennyire vannak jelen ugye tehát más felekezetekből más keresztények ugye esetleg a vezetőségben, vagy hogyan?
Az országos elnökségben az én feladatom az, hogy mindig figyelmeztessem Zoltán atyát, hogy ne csak dicsértessék a Jézus Krisztus, hanem áldás békességgel és erős vár a mi Istenünkkel is üdvözölje az egybegyűlteket, ami nagyon fontos a küldőgyűlésen, mert vannak református és evangélikus tagjaink, van olyan kész csoportvezető, aki református lelkész, több olyan vidéki csoportunk van, ahol erős a református közösség, inkább a reformátusok jelennek meg, mint az evangélikusok, de a vidéki csoportjainknak a harmadában, 40%-ában az ökumene tényleg megnyilvánul. Amennyiben egy római katolikus plébánia környékén szerveződik meg egy, és ahhoz szorosan kötődik egy kész csoport, akkor ott az ökumene nem nagyon nyilvánul meg. Nyilván ennek az egyik oka az, hogy a plébános atyák nem szeretnék, hogyha az ő nyájuk szétszéledne, vagy oda jönnének mások. De mindenképpen a törekvésünk az, hogy az ökumene ténylegesen megnyilvánuljon. Ennek az egyik útja, módja az, hogy védnökök vannak a történelmi keresztény egyházak részéről püspök szinten a kézben, és hát ez jelenti azt, hogy ők is kinyilvánítják ezzel, hogy vállalják a fölkérést, kinyilvánítják ezzel azt, hogy a kész szellemiségével együtt értenek és együtt működnek. Most ugye az ökumene megnyilvánulás az, hogy előadóink között viszont számos protestáns egyház tag jelenik meg, akik nyíltan elmondják, hogy protestáns, ez soha semmiféle vita vagy ilyesmi nem származik ebből. Egyszer volt alkalom reformátusok előtt előadást tartani, református hittanterembe kellett mennem, félbe mentem, mi lesz ott. Voltak reformátusok is, katolikusok is, és egy nagyon szép előadás volt, már nem az én színvonalam, hanem a közösség, az ökumenizmus ott megnyilvánult. Soha nem hittem, hogy én lépni tudok a reformátusok felé. És úgy tűnt, hogy igenis, meg feladatunk van mindannyiunknak. Nekem még egy kérdésem lenne, amit a Margitnak még kettő. Na, én azt akartam kérdezni, hogy igen, említettük ugye Trianont is, említettük a nemzeti öntudatot, és hogy a késznek mégis feladata van ezen a téren. Hogyan látják, hogy lehet ezt manapság megvalósítani, amikor tudjuk, hogy, tehát ha őszintén a tényeket nézzük csak, például itt Szerbia és Romániát is, hogy tehát megvannak a kisebbségi jogok, tehát szavatolja ugye az állam, de azt hiszem, hogy nem törekszik egyik a két említett ország közül sem, hogy a legdemokratikusabb módszerekkel örüljön a kisebbségi jogok, ha tényleg meg is valósulnak. Tehát mit tud itt a kész tenni ezekben a körülményekben, amelyek esetleg lehet, hogy nem is a legőszintébbek, lehet, hogy nem is a legkedvezőbbek, tehát hogyan látják ezt? Igen, hát fájdalommal látjuk azokat a veszélyeztetett helyzetben, azokat a atrocitásokat, amelyeket el kell viselniük a kisebbségben élő, vagy hát legalábbis sokszor elnyomatásban lévő magyar közösségeinknek, és a szolidaritásomat hadd fejezzem ki ezúton is az itt élő, vagy a más egyéb történelmi régiókban élő magyar testvéreink iránt. Azt hiszem, hogy mi nem is tudjuk igazán átélni azt, hogy mit jelent a kisebbségi sors, vagy mit jelent ez a fajta hátrány, vagy elnyomatás, amiben nyilván részük van, ezt tisztán látjuk. Azt gondolom, hogy a civil együttműködési tanácskozás, amelyiknek az élete most bontakozik, ebből a szempontból különös lehetőséget kínál, ugyanis jogászok is vannak közöttünk, akik értik is ezt, mert a jogászok is ma nagyon differenciáltan dolgoznak, tehát egy-egy szakterületté válik, egy-egy jogi terület is, és javarészt a jogászok is csak egyiket vagy másikat képviselik. De vannak közöttünk olyanok, akik ezen a területen is jártasságot szereztek, tehát részben a civil élet, részben a nemzetiségi jogok területén, és azt gondolom, hogy a jogsérelmeket szóvá fogjuk tudni tenni, és a jogsértéseket vissza fogjuk tudni utasítani, illetve egyfajta jogvédelmet fogunk biztosítani.
ilyen módon. Hát úgy legyen. Margit? Azt olvastam, atya azt nyilatkozta a Magyar Kurír újságírójának, hogy vallom, hogy az egyház a Szentlélek hatása és irányítása alatt áll. Én ezt kibővíteném, hogy a kész is a Szentlélek irányítása alatt áll, meg a kék is. Ugye jól? Hogy mennyire biztosak vagyunk ebben, így van, köszönöm szépen, Margit, hogy ezt föltette ezt a kérdést. Annyira így van, és annyira tapasztalatunk, meggyőződésünk és reményünk, hogy ez így van, hogy a következő 5 év programjának, cselekvési programjának és tervének azt a címet vagy mottót adtuk, hogy ihletett cselekvés. És emögött ez a meggyőződés áll, hogy a Szentlélek egyik legfontosabb ajándéka a jámborság. Ugye ezt ma olyan furcsán halljuk, ezt a hagyományos megfogalmazást, és hát valahogy le kell fordítani a mai embernek és társadalmi környezetnek a nyelvére. Mert hiszen ha azt halljuk, hogy jámbor valaki, akkor ez sokkal inkább gyanút kelt sem, hogy valami fajta pozitív élmény kapcsolódjék hozzá. Meggyőződésem, hogy talán ez a kifejezés az, amivel le tudjuk fordítani a mai ember számára, hogy az ihletettségnek az ajándéka a Szentlélektől való. És ez jelenti azt, hogy egyrészt engedelmeskedünk annak, amit ő bennünk sugall, indít, amire ösztönöz bennünket, hiszen Jézus megígérte azt, és Pünkösd közelében erről beszélnünk is kell, hogy nem hagy magunkra bennünket, hanem, és nem csak a vigasztalóként, hanem az a belső vezérlőként lesz jelen a Szentlélek bennünk, aki elvezet bennünket a teljes igazságra, s aki az ihletével segít nekünk abban, hogy megtaláljuk a szükséges is és lehetséges cselekvésnek az újabb és újabb módozatait. Tehát fontosnak érezzük azt, hogy a lélek hatása alatt tevékenykedjen a kész, és azokat az indításokat egyénileg és közösségileg kövessük engedelmességgel, amit tőle kapunk. Ez azért is nagyon fontos, mert csak így valósul meg az, hogy a gondviselés érvényre jut, és nem a saját akaratunk, vagy saját magamutogatásunk, vagy sikervágyunk irányítja az életünket. Igen, ihletett cselekvéssel szeretnénk betölteni a magunk küldetését. A másik pedig azt állította, meg biztos ma is állítja, hogy amikor odaállok az oltárhoz, érzem, hogy elsimulnak a lelkem ráncai. Hát mi is ráncosak vagyunk, testünk, lelkünk ráncos, sokan nem is tudunk minden nap szentmisére menni. Mit üzennének esetleg a Mária Rádió hallgatóinak, hogy elsimuljanak ezek a ráncaink? Hát ez saját személyes tapasztalatom, inkább papként és lelkipásztorként, illetve keresztény emberként egyszerűen. Annyi minden atrocitás éri az embert, óráról órára, a nap folyamán. Magam is látom azt, hogy elkezdődik a nap, és végigcsinálom. Nálunk nincs reggeli szentmise, csak esti. Tehát 6 órakor van az esti szentmise. És bizony addigra az embert lelke érzi azt, hogy megterhelt, hogy sebeket kap, hogy hordozza azokat a terheket, amiknek a megoldása nincs a kezünkben, nincs lehetőségünk rá. És hát a belvárosban, Budapest belvárosában, mint minden világváros centrumában ezt különösképpen át kell, hogy érezzük. Hiszen ezt nem sorakoztatom, de ott a belvárosnak, mint minden nagy világvárosnak az emberi roncsaival, a visszaéléseivel, a pusztító ideológiának a hatásaival kilépek az utcára és beleütközöm, találkozom. És ez a lelkemet érzem, hogy megterheli. És ilyen körülmények között, ha ezt hordozzuk, ezeket a terheket, hát beleroskadunk. És ugyanakkor tapasztalom azt, hogy amikor odaállok a esti 6 órai szentmise kapcsán az oltárhoz, akkor ezek mind úgy tényleg a lelkem ráncai és sebei mind gyógyulnak, elsimulnak, mert nyilvánvalóvá válik élményszerűen is, hogy én nem tudom megoldani. És elmaradt ma megint egy csomó dolog, amit meg kellett volna tenni. És akkor ilyenkor leteszi az ember az Úr Jézus kezébe, és ettől kezdve fölszabadul, és igazi szabadító Krisztus. Ezt átéljük azt, hogy igazán szabadító Krisztus, aki ezektől a terhektől, ráncaiktól meg tud gyógyítani, szabadítani minket. Én pedig ez azt fűzném hozzá, hogy egy civil embernek nincs lehetőség odaállni az oltár mellé, és ráncot simítani.
de egy imádkozás is segít a ráncnak a elsimításában, amire mindig van lehetőséged. Reggel, délben, este ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Én is nagyon megköszönöm vendégeinknek ezt a szép beszélgetést. Velünk voltak dr. Osztél Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke, dr. Galgóci Gábor, a KÉSZ elnök helyettese, és a Mária Rádió munkatársai, dr. Cékus Margit és jó magam Kovács Csaba. És ma így búcsúzunk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség és erős vár a mi Istenünk. Köszönjük szépen!